A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm a Világpanoráma kedves nézőit az üveghegyeken innen, az Óperencián túl, és köszöntöm mai kedves vendégemet, Hossó Andrea közgazdászt. Jó napot kívánok! Hát Óperencián túl igen sok magyar fiatal, és nem csak fiatal ment el az elmúlt években Magyarországról, és nem csak kalandvágyból, gondolom én, sőt elsősorban nem kalandvágyból, hanem megélhetési gondjainak orvoslására, és jobb életért, életbiztonságért. 600 ezer körül van már azok száma, de ez egy becslés, akik külföldön dolgoznak, és lassan Budapest után a második legnagyobb város, ahol magyarok élnek, London lesz, már most vagy 120 ezer magyar él ott, és számuk növekszik. Én úgy látom, hogy ez a neoliberális gazdaságpolitika kicsúcsosodása. Tehát most látjuk igazán szépségében azt, hogy hova vezetett az évtizedes neoliberális gazdaságpolitika, és azért azt vegyük észre, hogy egy picit más a hatása nyugaton és más nálunk, mert hiszen tőlünk elmennek az emberek, az, aki él és mozog, vagy legalábbis nagyon sokan azok közül, mert nem tudnak itthon megélni. Tehát cinikusan azt mondani, hogy ez a 500 000 vagy 600 ezer ember, ez kalandvágyból ment el, ez tulajdonképpen sértés az ország számára. Sértés mindenkinek. Én hát magam azt is szoktam mondani a miniszterelnök is, hogy így legalább tanulnak, világot látnak, és majd tapasztalatokkal és pénzzel gazdagodva hazatérnek, és boldogítják a hazát. Ezzel nem is lenne baj, és én nagyon támogatnám azt a gondolatot, hogy egy iskolát végzett fiatal menjen ki, dolgozzon néhány évet kín, vagy végezze a mesterfokozatot odakín, hiszen én is ezt csináltam egyébként, és utána valóban tapasztalatokkal, ismerettségekkel, kapcsolatokkal gazdagodva jöjjön haza, és építse ezt az országot. De a probléma az, hogyha az ember leszáll a parlament magasságaiból a földre, és valóban beszél olyan emberekkel, akik elmennek, vagy akiknek a családjában mennek ki emberek, akkor nagyon jól tudja, hogy nagyrészt ezek az emberek nem fognak visszajönni, egyszerűen azért, mert nincs mibe visszajöjjenek. Tehát egy csomó ember azért megy el, mert itthon reménye sem lenne arra, hogy megéljen, vagy a gyerekét megfelelően tanítassa, vagy lakáshoz jusson, vagy házhoz jusson. Vagy a devizahitel elől menekül, illetve a kilakoltatás miatt. Hát muszáj kifizetni, és ugye most, hogy piaci áron forintosítottuk a devizahiteleket, tulajdonképpen megtöbbszöröztük a legtöbb ember adósságát, igaz? Tehát ezt valahol meg kell keresni. Na most ez egyébként egy nagyon szörnyű dolog, hiszen nem csak azt jelenti, hogy ezek az emberek elmennek, és nem itthon dolgoznak, és nem itthon fizetnek adót, hanem azt is jelenti, hogy ennek az országnak az amúgy is létező demográfiai katasztrófája csak felgyorsul. Mert hiszen ezeknek az embereknek igen jelentős része nem fog hazajönni, a gyereke nem fog hazajönni. Ez abszolút egyenes népességfogyás. És miközben itt kiabálunk arról, hogy fogy a magyar, és valóban fogy a magyar, semmit nem teszünk azért, hogy megállítsuk. Illetve hát ilyen programok vannak, most hallottam éppen, hogy Gyere haza fiatal program, amire van 100 millió forint, ami hát egy vicces dolog tulajdonképpen. Még mindig jobb, hogy van, mintha nem lenne, ne értsenek félre, csak hát nem ez a megoldás. Az lenne a megoldás, hogy olyan gazdaságpolitikát kellene végre követni, ami nem az eddigi neoliberális minden gyarmatosító ötletet kiszolgáló gazdaságpolitika, hanem olyan, ami valóban élhető, működő gazdaságot hoz létre ebben az országban. Tudnék, eddig ezt nem tettük. Ami annál is nagyon fontosabb lenne, mert hogyha valaki ismeri a nyugati gazdaság filozófiát, vagy annak nagy részét,
és megnézi azt, hogy mostanában miről írnak közgazdász tudósok Amerikában, Angliában, egyéb nyugati országokban, akkor látja, hogy igen komoly hullám indult meg, ami a neoliberális gazdaság filozófiát bírálja. Tehát egyre másra jelennek meg olyan könyvek, cikkek, tanulmányok, amik, ha nem is mondják ki, vagy legalábbis nagyon kevés mondja ki azt, hogy ez így rossz, ahogy van, nagyon sokan kimondják, hogy ennek a gazdaságpolitikának, gazdaságfilozófiának a pillérei egészségtelenek. Mondok egyet, ugye azon alapul ez az egész filozófia, hogy az ember az racionális maximumot próbál elérni anyagi téren, mindig úgy dönt, ahogy az az ő pillanatnyi anyagi hasznának jó. Tehát sem érzelmek, sem kötődések, semmilyen egyéb tényező nem játszhat bele abba, hogy egy ember hogy dönt egy gazdasági helyzetben. Homo economicus. No, egyre másra jelennek meg a könyvek arról, hogy az ember nem homo economicus. És ezért nem lehet összeegyeztetni a gazdaságfilozófia, a neoliberális gazdaságfilozófia és a valóság közötti tátongó különbséget, mert a filozófia szerint a piac majd mindent elintéz, és közben 2007 óta, a nagy gazdasági világválság óta legnagyobb gazdasági pénzügyi válságban élünk, valamennyien a nyugatiak is egyébként. Tehát érdemes például megnézni Thaler professzor, chicagói közgazdász professzor könyvét, aki erről ír, hogy a homo economicus nem homo economicus, hanem bizony identitása van, önálló személyisége van, és érzelmek, preferenciák, kötődések is fogják befolyásolni az ő választásait. Nagyon érdekes. Most érdemes lenne megnézni azt, hogy érvényesül nálunk ez a neoliberális gazdaságfilozófia. Hát ami nálunk történik, most vegyük az elmúlt 25 évet, mert hiszen ami azelőtt volt, ez egy másik korszak volt, az is szörnyű volt, de nézzük ezt az utolsó 25 évet. Én mindig azon csodálkozom el, amikor végignézek az elmúlt 25 év, negyed század, még kimondani is rossz, igaz? Az elmúlt negyed század magyar gazdaság történetén, hogy az tényleg csodám, hogy ez az ország még itt van. Szóval minket annyi nemzeti szintű makroökonomiai katasztrófa ért az elmúlt 25 évben, aminek nagy részét magunk idéztük elő, már nem az állampolgár, hanem a mindenkori vezetőség, hogy szerintem más ország ebbe belerokkant volna. Hát összeírtam magamnak néhányat ezekből a gazdasági katasztrófákból. Elnézést, hogy a jegyzetemet használom, de olyan sok van, hogy még memorizálni is nehéz. Hát kezdjük ott, hogy nem mondtuk fel az adósságszolgálatot. Cipeljük azóta is, az adósság egyre nő, mert hiszen ezzel a gazdaság szerkezettel nem lehet ledolgozni. Jó, de fölmondhattuk volna. Felmondhattuk volna. Igen, felmondhattuk volna, vagy legalábbis újra tárgyalhattuk volna, csökkenthettük volna, átstruktúrálhattuk volna, hát a lengyelek felmondhatták? A lengyelek kaptak adósságelengedést? Hát ugyanabból az akolból jöttek ki, mint mi, nem? Mi még csak meg sem próbáltuk. És miért nem? Hát ennek politikai oka volt. Ez a gengszterváltás után. Ez a gengszterváltás, és bizony ebben az országban voltak olyan politikai erők, amelyek abban voltak érdekeltek, hogy ez az ország ne szabaduljon fel az adósságnyomás előtt, alól, mert hiszen akkor lehet sakban tartani, akkor lehet privatizálni, akkor lehet tulajdonképpen kifosztani az országot, hiszen szüksége van az országnak a külföldi bevételekre. Ez ennyire egyszerű. És nem volt egyetlen politikai erő sem ebben az országban, amelyik azt mondta volna, hogy ezt nem lehet így csinálni. Pedig ott volt előttünk például a lengyel példa, ha már annyi szakértelmünk és tapasztalatunk nem volt, hogy kicsit végignéztünk volna a világban, minden jogi, politikai és gazdasági alapunk megvolt arra, hogy az adósságot felmondjuk, vagy legalábbis egy részét. Na ezt nem tettük. Ez eleve olyan, mint amikor egy úszó lábára béklyót kötnek, vagy valami nagy különcöt, ússzál vele. És ezt visszük a hátunkon. De volt tovább rengeteg hatalmas makroökonomiai katasztrófa, például a gazdaságunk leépítése, ugye a ennek a rossz gyarmati gazdaságszerkezetnek a kialakítása, a spontán privatizáció, nem készült a nemzeti vagyonról leltár, tehát az lett volna az első, nem, hogy mi a nemzeti vagyon, mai napig nem készült leltár, fogalmunk sincs, hát nagyjából tudjuk, de nem készült erről kimutatás, mink volt, mit vesztettünk el, és hova ment.
Ugye? Hát ezt azért nagyon kevés ország engedheti meg magának. De itt van a bankok elkutyavetyelése, mert hiszen nemzeti kézben lévő bankrendszer nélkül nincsen finanszírozás, az aranykészlet eladása, amiről mi itt beszélgettünk egymással, óriási nemzeti katasztrófa volt az EU-hoz való csatlakozás akkor és ilyen feltételekkel. Mert ez megpecsételte ezt a gyarmati gazdaság szerkezetet, amiben élünk. A kivándorlás egyenes következménye ennek a gazdaság szerkezetnek, hiszen az emberek nem tudnak tisztességes munkát találni. Nemzeti katasztrófa volt a devizahitelezés, ami folytatódik, mert hiszen ez a forintosítás, ez nem oldott meg a világon semmit, hiszen az embereket ott hagyták ezzel a hihetetlen adósságteherrel, amit egyébként nem kellett volna megtenni. Ott volt a malév csőd. És most ne gondolja senki, hogy a malév az csak egy vállalat volt, ez a Nemzeti Légitársaság volt, ugye, amelyiknek nagyon fontos gazdasági és stratégiai szerepe volt ennek az országnak az életében. Kész, vége, megszűnt. Ennek a gazdasági hatásairól egy külön előadást lehetne tartani, amire most nincsen időnk. Aztán itt vannak a most is folyamatban lévő katasztrófák, például a földdel kapcsolatban. A földtörvény, amit átvertek a parlamenten, és aminek a jóvoltából boldog-boldogtalan vehet magyar termőföldet, aki idejön, az nem kap, aki nem akar belőle. Hát mi lesz abból az országból, aminek a termőföldje külföldi kézre jut? És a külföldiek dolgozzák fel a terményeket, és viszik el a terményeket. Nincsen élelmiszerbiztonságunk, folytatódik az iparban, pénzügyi szektorban megszokott jövedelemkiáramlás, a teljes elnyomorodás, a falvak elnéptelenednek, stb. Itt van a nemzeti parkok, ami most történik, a nemzeti parkokkal kapcsolatos földmutyi, ami egy pillanatra megállt, de éppen hallottam, valamelyik szakértő nyilatkozott, hogy ez csak pillanatnyi fegyverszünet, ugye, még a maradék természetvédelmi területeinket is el akarják tüntetni. Folyamatban van a CETA és a TTIP, a CETA-t ratifikálni kéne, a TTIP tárgyalások folyamatban vannak. A CETA ugye Kanadával kötendő, a CETA az EU-Kanada, az pedig az USA-EU között kötendő megállapodás. Ez egy új gyarmatosítás, erről sokat beszéltünk. Erről nagyon sokat beszéltünk, igen. Talán aki nézte, tudja. Itt az abszolút nemzetállam ellenes, nemzetközi tőke tulajdonosok által kötendő szerződésről van szó, aki ebbe belelép, az leírhatja az országát. Az egyes vállalatoknak, multiknak biztosan nagyon jó lesz, de a nemzetállamnak nem. Itt van egy másik gazdasági katasztrófa, ami ránk vár, az adócsökkentéssel. És ne értsen félre senki, én is örülök, ha nem kell sok adót fizetnem. Azt hiszem, nincsen olyan ember, aki ne örülne személyesen, ha kevesebb adót kell fizetnie. Na de hát ország szempontból, egy ennyire kivéreztetett ország, amelyik ennyire rossz helyzetben van, hogy naponta nyilatkozik valaki az orvostársadalomból, a rezidens szövetség, a kórház szövetség, hogy hány száz milliárd forint hiányzik az egészségügyből, a rezidens szövetség elnöke, hogy nincs biztosítva a betegbiztonság Magyarországon, mert nincs pénz, elmennek az emberek, az iskolákat lezüllesztették. Hát tényleg most van itt az adócsökkentésnek az ideje? Hát a világon nálunk sokkal gazdagabb, fejlettebb, nagyobb tartalékokkal rendelkező országokban szigorúan progresszív adórendszer van. Kit fog szolgálni ez az adócsökkentés? Azt a legfelső réteget, akinek egyébként amúgy sem fog nagyon sokat számítani, de a szegényeknek ez azt jelenti, hogy még kevesebb pénz lesz a szociális szolgáltatásokra. Ez egy nemzeti katasztrófa. És hát bizony egy óriási nemzeti katasztrófa az a közéleti és intézményrendszer, amit ebben az országban hagytunk kialakulni. A parttalan korrupció. Tehát nincs az az ország, bármilyen fejlett, akár van adóssága, akár nincs adóssága, akár gyarmati sorból szabadult, akár nem, aki ilyen mértékű, ilyen mérvű, mindent elöntő korrupciót sokáig ki tudna gazdálkodni. És ennek van egy rettenetes társadalmi következménye is, az, hogy mindenki arra szocializálódik, hogy itt úgyis csak korrupcióból lehet megélni, vagy jól élni, de nagyon soknak még megélni is.
Hát ma hallom, hogy a Nemzeti Adóhivatalban letartóztattak ottani hivatalnokokat, mert áfacsalásban vettek részt. Hát mit várunk akkor, amikor a Nemzeti Adóhivatal követi el az áfacsalásokat? És akkor a Nemzeti Adóhivatal elnöke nem megy el a Parlamenti Vizsgálóbizottság meghívására, mert megteheti. Tehát nem tudom, érezzük-e azt a végtelen rothadást, ami ennek az országnak a társadalmi, szellemi, lelki életében is beállt, ami tökéletes táptalaja ennek a sok gazdasági katasztrófának, amit itt leírtam. Hát igen, a kis ember azt látja, amit felül művelnek, oldaltól, pártoktól, koalícióktól, kormányoktól függetlenül, hiszen ez a 25 év úgy telt el, hogy nem volt számonkérés, felelősségre vonás, sem gazdasági, sem politikai ügyekben, bűncselekményekért, és valójában mindenki folytatta az elődje hagyományát, tudván azt, hogy ha nem bántom az elődömet, akkor ő sem bánt majd, amikor ő vált le engem. Így van, és kialakult ez a mágikus kör, a elitnek hívja őket a sajtó, én nem szeretem ezt a szót, mert az elit eredeti értelme valami egészen más, ugye azt jelenti, aki a tulajdonságainál, tudásánál fogva kiemelkedik, tehetségénél fogva, hát itt nem hát erről van nemzet szó. Nemzet színe java, kialakult ez a mágikus kör, ugye a gazdasági és politikai elit, most idézőjelbe tettem, egybeolvat, pártállásra, cégére való tekintet nélkül, ők az uralkodó osztály, ez valóban illik rájuk, és az egész gazdasági társadalmi élet úgy rendezkedett be, hogy ez egy gyarmat, egy csomó nagyon rosszul élő, a rosszul élés különböző fokain elhelyezkedő, kiszolgáltatott emberrel. Rabszolgával. Hát rabszolgával tulajdonképpen, ennek vannak fokozatai nyilvánvaló módon, és van ez az uralkodó réteg, amelyik, erről már beszéltünk egyszer, afrikai országokban alakult ez ki, amikor megkapták a függetlenséget az 50-es, 60-as években, akkor egy erős ember színre lépett, az ő faluja, barátai, rokonai, csatlósai, ők lettek az elit. Ugye, ők megállapodtak a külföldi vállalatokkal, azok jöhettek, olcsón kaptak olajat, fémet, munkaerőt, akármit, a törzsfőnök és az ő klientúrája Mercedeseket, számozott bankszámlákat és amit el lehet képzelni, és mindenki nagyon jól érezte magát. Ja, hogy az országban nyomor van? Hát ez tulajdonképpen senkit nem zavart. De most az igazi kérdés aztán az lenne majd, hogy hogy lehetett ezt egy európai országban megcsinálni. Na hát nagyon messze. És éppen a magyarokkal, akik annyit lázadoztak az elmúlt évszázadokban, senki annyit nem lázadt föl talán, és mindig ez is volt velünk a baj, hogy állandóan kuruckodtunk, és közben hagytuk, hogy kihúzzák alulunk az országot. Hát csak egy rémisztő adat. Magyarország mai állapotában, tehát a trianoni Magyarország 30 millió embert tudna élelmezni élelmiszerrel. Még az átkos Kádár rendszerben is, ugye ott voltunk az európai élvonalban, Hollandiával, Dániával, és 16 millió embert tudtunk ellátni élelemmel, ugye 10-11 milliós országként. Hát ma behozatalra szorulunk élelmiszerből is. Igen. Pedig a jóisten ezt az országot megajándékozta mindennel, amiről egy líbiai, egy iraki, egy szíriai szerencsétlen menekült csak álmodhat, hogy ivóvíz, termőföld és nagyon jó éghajlat. Na de akár egy kaliforniai is, mert állandó vízhiány van, ugye? És például Amerikában nagyon sok helyen Kanadából importálnak vizet, mert Kanadának nagyon sok édesvize van, nekik meg nincsen. Tehát ez bizony így van, vagy ott vannak az arabok, akik a tengert sótalanítják azért, hogy ivóvízhez jussanak. A jóisten csodálatos földdel és országgal áldott meg minket itt a Kárpát-medencében, és ez egy rejtély számomra, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy vajon miért van az, hogy ez a nép feladta önmagát. Tudnék, az a nép, amelyikkel ezt a listát végig lehetett csinálni röpke 25 év alatt, ez soknak tűnik, de azért igazából a történelem szempontjából nem semmi. Olyan hosszú. Egyik szörnyű katasztrófa a másik után, és ülünk és nézzük, és nem szólunk semmit. És arra a következtetésre kellett jutnom, hogy mint ahogy a nyugati irodalomban, amit említettem az elején, most elkezdtek azon gondolkodni, hogy milyen
milyen személyiségi okai vannak ezeknek a válságoknak, ezeknek a rettenetes, ilyen volatilis, ingadozó gazdasági teljesítmény mögött meghúzódó problémáknak, és nagyon előtérbe került a behavioral economics, ez a viselkedési közgazdaságtan, ami megpróbálja a pszichológiát bevinni a gazdaságtanba. De én szerintem, ahogy ezt az egyénnél meg lehet nézni, ezt bizony egy országnál is meg kellene nézni. Vajon mik azok a pszichológiai tényezők, amik egy országot, egy ilyen ősi országot, mint mi vagyunk, rávesznek arra, hogy végig asszisztáljuk a saját tönkretételünket, és igazából nem szólunk hozzá semmit. Hát nem csak, hogy nem, hanem sikeresen megosztották ezt a népet, ugye, politikával, kilúgozták az agyát bulvármételjel, és mindent meg lehet tenni. Tehát ahogyan például a devizahitelek csak Magyarországon tudtak ilyen méretekben elszaporodni, még a balkáni országokban sem, és ott is ezért könnyebben és gyorsabban megoldották, de hát persze tőlünk nyugatabbra végképp nem. És néha én azért is örülök, hogy nálunk nincs euró, mert gondolja meg, Andrea, hogyha átváltanák most hirtelen a forintot euróra, és kiderülne, hogy nálunk 1000 euró az egy kiváló havi fizetés, és egy rendkívüli nyugdíj. Igen. Hát ezt mondja el ugye a Bécsi út másik végén, a mi szomszédságunkban, hiszen 1-2 kilométerre tőlünk vannak osztrák települések, falvak. Ha meghallanák, talán el se hinnék, hogy ennyiből kell megélnünk úgy, hogy közben az árak viszont igazodtak a nyugat-európai árakhoz, és nagyjából a megélhetési költségek hasonlóak, hát plusz-minusz, de kiegyenlítődnek. Hát a nyugati határszélen elhinnék, mert ők ennek haszonélvezői, igaz? Igen. Hiszen például ezt talán már említettem, a nyugati határszélen voltam 2 évvel ezelőtt, és a helyi nagyember, oligarcha mondhatnám, közölte velem, hogy ennek az országnak a megoldása az, hogy nagy külföldi foglalkoztatók jönnek ide, és különböző ilyen nagy mega vállalatokat említett, és akit, munkaerőt ezek a cégek nem szívnak fel, azok átmennek, tessék, a határon. Átmegy Ausztriába, és olcsón vállal a munkát. Én magam is ismerek olyat, aki itthon takarítónő volt, de most elmegy takarítónőnek Ausztriába, mert akkor tud a gyerekének lakást venni, míg itthon éhen halt belőle. Hát hogyne, ezért lett az 50 ezres Ózd 35 ezres, ugye, az elvándorlás miatt, vagy Miskolc is ezért csökkent sok ezer lakossal. Hát és kiürül az ország keleti része, aztán középső része, és ez így megy tovább. Hát ez már 1000-valahány száz éve tart ez a folyamat, hogy szorítanak minket ki, és nem keletről szorítanak ki, hanem mi magunk vagyunk kénytelenek, saját magunk elől menekülünk. Mi magunk, és ez az, ami engem izgat, erre szeretnék valamilyen választ találni, mert ez már nem gazdasági kérdés, hiszen a gazdaságot emberek csinálják, ez nem exakt tudomány, nem fizika, nem kémia, ahol természeti törvények uralkodnak, ezt az emberek csinálják, épp úgy, mint a jogot, a közgazdaságot is, hogy ugyan mi az, ami ebben a népben történik, a lelkében, hogy ezt meg lehet vele csinálni. És ez megtörténik vele. És talán erről, talán tudunk még róla beszélni. Feltétlenül. Majdnem 4 évszázaddal ezelőtt Zrínyi Miklós, aki ugyanolyan kiváló volt horvátnak, mint magyarnak, Zrínyi Miklós a hadvezér, a költő, az író, hadtudomány gyakorló, írta rólunk, magyarokról: csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig valahonnan jön ránk prédájává. Miért? Miért? És a válasz: a vitézség és fegyelem meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymás gyűlölésért és ezer ilyen vétkünkért. Hát azt hiszem, nagyon sok igazság van benne. A baj az, hogy majdnem 400 éve nem változott, talán most még nagyobb a szakadék, mert akkor talán erősebb volt a magyarság tudat, de ma már az sincsen. Hát nem talán, én is rosszul fogalmazok, biztos, hogy akkor erősebb volt, de ugye számomra a legborzalmasabb, hogy talán még a Kádár korszakban is erősebb volt a hazafiságérzés bizonyos kereteken belül, mint ma, amikor minden lehetőség adva lenne. Andrea, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Pénteken este magyar idő szerint 9:30-kor folytatjuk.
és hát nemzetünk további sors kérdéseire térünk át. Miért jutottunk ide, ahova? És sajnos, hát azt kell, hogy mondjam, még nincs is vége. Lehet, hogy még nem értük el azt a bizonyos aljat, ahova el kéne jutni, hogy végre már fölfelé rugaszkodhassunk a vízfenekéről. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk. Önöknek is viszontlátásra.